A felvidéki várak. Sárosvára. Szlovákia egyik legnagyobb középkori vára, a tengerszint felett 570 méterrel található, és teljes területe több mint 4,5 hektár. Zborovára. Bártfától nem messze található, másik neve Makovica. A magyar-lengyel határútvonal vételmére építették a 14. században. 1680-ban a császári sereg lerombolta, ma már csak a falak láthatóak. Kastélyok. A Betléri kastély. A kastély Betlér legdominánsabb épülete, amely 10 km távolságra fekszik Rozsnótól. Továbbá a kastély a 15. században épült. 18. században az Andrássy családhoz kerültek az épület jogai. A kastély többször is át lett építve, de a legnagyobb ezek közül a klasszicista korban történt. A kastély továbbá körbeveszi egy park, melyet Szlovákia legértékesebb és legszebben fennmaradt parkjai közé sorolják. A helyén már a 8. században szláv település állt. A monda szerint a mai Eperjest II. Béla alapította 1132-ben, és a környékén jellemző Eperről nevezte el. Eperjes első írásos említése 1233-ból maradt fenn. Bártfának rengeteg érdekes látványossága van, például a főtér. Bártfa alapításánál és építésénél egy szabálytalansabb tábla alapú alaprajzot követtek. A főteret övező utcák derékszögben találkoznak, és itt állnak a város legjelentősebb épületei is. Kassa városa már a múltban is Európa egyik legfontosabb kereskedelmi kereszteződéséhez tartozott. Mindig is Kelet-Szlovákia központja volt, ez a terület pedig a történelmi Magyarországon is nagyon jelentős volt. A középkorban a város legsűrűbben lakott területek közé tartozott.
Bácska az Alföldön a Duna-Tisza közének déli részén helyezkedik el. Területének 85%-a Szerbiához tartozik. Területe két részre osztható a mai határok mentén. Észak-Bácska Bács-Kiskun megyében található, Dél-Bácska a Vajdasági Autonóm Tartomány része. Nyugatról és délről a Duna, keletről a Tisza természetes határként keretezi. Bácskát a trianoni békeszerződés után az első világháborúban a vesztes osztrák-magyar monarchiától a szerb-horvát-szlovén királysághoz csatoltak. A II. Világháború alatt területe rövid időre visszakerült Magyarországhoz, ezután Jugoszlávia része lett, majd a délszláv háborút követően Szerbia részévé vált. Megközelítően 1 millió főnyi lakosságának több mint fele szerb, közel 22%-a magyar, és 23%-a bunyevác, sokác, szlovák, cigány és német. Kedvező fekvésének, éghajlatának és talajadottságainak köszönhetően a mezőgazdasági termelés fő szintere. Legjelentősebb települései Szabadka, Zombor, Zenta, Bezdán, Újvidék és Óbecse. Ez utóbbiban működik iskolánk testvérintézménye, ahova gyakran látogatnak diákjaink. Kinga vagyok, a délvidéken Óbecsén élek. Óbecse község megközelítőleg 24 ezer lelket számlál. Ebből körülbelül 10 ezer magyar. Városunkban 4 általános, 2 szakközépiskola és 1 gimnázium működik. Ezek közül minden magyar nyelven is folyik oktatás. 3 testvéremmel én is magyar nyelven tanulok. Városunkban igazán fontosnak tartjuk a hagyományápolást. Így az óbecsei magyar kultúrkörben számos néptáncsoport, asszony, férfi, illetve gyermekkórus működik. Illetve magunkénak tudhatjuk a fokos zenekart is. A színházunkban mind magyar, mind szerb előadások is játszódnak. Sőt, gyermekszínjátszóink is vannak. Én is igazán fontosnak tartom az anyanyelvem ápolását. Így szavaló versenyekre rendszeresen járok, és szavalással megpróbálok bejárni az egész Kárpát-medencét. Üdvözletem innen, a Tisza jó partjáról! Bőven termő erős nemzedékeket szülő föld, Bácsország. Hány népített anyát viruló téreiden, s hányszor tiporta le a meghonosultakat idegen nép, hogy elfolytsa a virágzásnak indult kultúrát, és te, áldott föld, mindannyiszor kibocsátád éltető őserődet, s új virágzást fakasztottál az itt lakó ember számára. Thank you.
Nevezzük csak régi nevén Temesköznek ezt a Maros, Tisza és Duna ölelte tájékot. A Temes és a Béga öntözte Rónát, amiben még egy évezede ajtanyvezér szótelek adját. Népe, a magyar, a középkorban felvirágoztatta és őrizte déli határvidékét. A honvédelem áldozatokkal járt, a török háborúban elnéptelenedett, a Habsburg uralom alatt temesi bánság lett. Ekkor költöztek románok, szerbek, majd németek a vidékre. Aztán visszatért a királysághoz, s hazatértek a magyarok is. De alig telt egy újabb évszázad, s Romániához csatolták. Így lett, hogy ősi emlékeimből nem sok maradt, mégis nem csak a múltban, de jelenben is helyünkben idelent a Temesközben. Temesköz történelmének első pontosabb eseménye, mikor 1224-ben Szent Száva, az első szerb pátriárka, a Temesközön keresztül zarándokolt a magyar királyhoz. Később, 1315 és 1323 között Temesköz lett a magyar királyság fővárosa, majd sajnos 1552-ben török fanatosság alá került. Sok év után, 1778-ban került csak újra vissza Magyarországhoz. A Trianon hatásai. A trianoni békekötés, amely 1920. június 4-én történt a Versailles palotában, nagy veszteséget jelentett Magyarország számára, hisz elveszett a területe egyharmadát, így Temesközt is. Mindemellett a társadalomra is jelentős hatása volt a békekötés, hisz az elcsatolt területeken a kisebbség védelmet nem tartották be, az odakint rekedt magyarok nehéz helyzetbe kerültek. Magyarországra is sokan menekültek munka és megélhetés reményében. A magyar társadalom nem volt hajlandó elfogadni a nemzeti gyász, és céljuknak a visszarendelést tartották. 1930 és 2000 között. Az 1920-as évektől napjainkig érinti a temesközi embereket a belső migráció és kivándorlás. Bácskával ellentétben Temesköz nem küld vissza Magyarországhoz 1941 és 1944 között. Vegyes nemzetiségű emberek lakták, románok, szerbek, magyarok és németek is. Végül a kisebbségek zöme beleolvadt a román és szerb többségbe. 1945 után a háborús pusztítás túlélt irredenta emlékműveket első között tüntették el vagy alakították át. 1945 és 1990 között trianoni emlékművet nem lehetett állítani Magyarországon. A trianoni szimbolika használata tabunak számított, s csupán mint karikatúra és eredtettő példa szerepelt a történelemkönyvekben a levitézett Horthy korszakot fejlesztő illusztrációk között. Temesvár a forradalmak városa, valamint Magyarország egykori fővárosa. Itt volt a hunyadiak főhadi szállása, és mint sok más települést, 1552-ben ezt is elfoglalták a törökök. 1716-ban a törököt az osztrák uralom váltotta. 1956-ban börtönbe zárták az egyetemistákat. Ma már több mint 300 ezer fős a lakossága, ebből viszont csak 17-15 ezer ember vallja magát magyarnak. Bak Miklós, a kolozsvári Szapiencia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem docense által számunkra adott interjúból egy részlet következik, melyben kérdésünkre az erdélyi magyar kisebbség helyzetéről beszél. A magyarság, ugye a modern magyarság, tudjuk, hogy elsősorban a nyelv segítségével határozza meg a saját identitását. A magyar kulturális nemzetről beszélek. Tehát nyilván van egy ilyen nyelvi identitás, és a magyarság érzi, hogy a magyar nyelv valamiféleképpen egy veszélyeztetett státusban, visszaszorulóban van, bár a román törvények lehetővé tesznek egy bizonyos nyelvhasználati lehetőséget, ez messze van attól a státustól, amit a hivatalos kétnyelvűség biztosít. Ez az egyik része a kérdésnek. A másik részét azt tulajdonképpen hát ilyen regionális bontásban kell látnunk. A magyarság élethelyzete nagyon különböző. A szórványban élő magyarság az gyakorlatilag itt Dél-Erdélyre és a Bánságra gondolok, gyakorlatilag a beolvadás útján áll. Ezt a népszámlálási adatok is mutatják. A 10 évenként tartott népszámlálási adatok szerint 10 évenként majd, hogy nem megfeleződik a magyarságnak a létszáma. A szorványban élő magyarok pedig hát bizonyos értelemben már a nyelvesztés fázisában vannak, azaz kezdik feladni a nyelvüket,
kétnyelvűek, de ez egy aszimmetrikus kétnyelvűség. Sokkal jobban beszélik a fiatal generáció a román nyelvet, mint a magyar nyelvet. Temesköz napjaimban. A város minden szeglete a dicső magyar múltról árulkodik. A belvárost a százfordulón épült szecessziós épületek ékesítik, köztük is a legszebb, a Brückpalota. Ritka már a magyar szó, pedig volt idő, amikor világra szóló magyarok koptatták a város utcáit. Itt volt hadmérnök Bújai János, Temesvár pedig fontos kulturális központ volt. Magyarország délkeleti részén termékeny síkvidéken vagyunk, melynek beláthatatlan térségein szabadon kijeleket a szem, és szabad szárnyalással csaponghat a képzelet. A kilátás egész odáig terjed, ahol a kék égbolt a föld elől elkezik. Sugártemplomtornyok, népes falvak, szétszórt anyák, legelő nyájak és viruló réteg váltakoznak a gondosan művelt szántóföldekkel. Ez az idézet például Szent Klárai Jenő Temesvár és Vidéke című írásából származik. Temesvár egyházi és közigazgatási központ. Az 1875-ben épült Nemzeti Színház épületében ma német, román és magyar színtársulat is működik. Emellett a Beregszó templom kertjében lévő sírboltban nem más nyugszik, mint Vukovics Sebő, aki 1849-ben volt igazságügyi miniszter. Temesvár mellett ott van Pabd is, mely egy középkori eredetű település, s azon kivételes falvak közé tartozik, amelyek nem pusztultak el a török hódoltság alatt. Ezen kívül pedig érdemes szót ejteni Ótelekről, ahol a lakosság döntő többsége ma is magyar, és ez szinte ritkaság számba megy Temesközben. A 2011-ben tartott népszámláláskor a megye 5,2%-a volt magyar. Ezen közösség egyik fellegvára, a Bartók Béla Líceum, ami az oktatáson és nevelésen túl a magyar öntudat erősítését is szolgálja. Temesköz kultúrája. Temesvár sok tekintetben különbözik az ország többi megyéjétől. Minden új. Hiába keresünk itt váromokat. Ha voltak is, már rég megemésztette azokat az idő vasfoga. De 200 évnél régebbi épületeket is alig találunk. Pedig ez a vidék nem csak honfoglalás óta, de már sok ezer éve lakott terület volt. Itt érintkezett a kelet a nyugattal. Ez a vidék sok dúló háborúnak, sok véres csatának volt a színhelye. Nem csoda, ha évezredek átállt durásé közepette, sok nép kultúrája várt itt semmissé. Juhász Gyula, Trianon. Mert nem lehet feledni, nem? Soha. Amíg magyar lesz és emlékezett jog és igazság, becsület, remény. Hogy volt nekünk egy országunk a földön. A Kelet-felvidéken járunk. A magas hegységeket zöldellő fenyvesek tarkítják, amerre csak a tekintet fordul. Ezen a területen lelhetünk rá az egykori Nagy Magyarország legnagyobb, egyben legszebb váraira. A felvidék eme szegletét sokan ellentmondásos múltja miatt ismerik. Az 1920-as trianoni békeszerződés során magyarok tízezreit sokkolta, hogy hazájuk egy más nemzet befolyása alá kerül. Napjainkban is számos magyar él ott, hozzávetőlegesen 120 ezer. A szerződést követő évekre kilátástalanság vetült az ottani városokra, mely mostanára se csorbította a magyarok nemzeti öntudatát. Lőcse szlovákváros az Eperjesi kerület Lőcsei járásának székhelye. A városban számos nevezetesség foglal helyet, például a 100 évig eredetileg román, majd gótikus stílusban épülő Szent Jakab templom. A templom 18 méter magas főoltárát Lőcsei Pál alkotta meg 1502-ben. Az épület kétszer is tűzáldozatává vált 1550-ben és 1599-ben. A korábbi tűzben tornya is megsemmisült, mai tornya 1858-ban készült el, a 17. század során egy emeletet is építettek a kápolnára.
A 19. században tetőszerkezete leégett, amit 1849-ben helyreállítottak, a megrongálódott freskókat pedig Stornó Ferenc restaurálta. Ebben a templomban temették el Tököli Imre és Zrínyi Ilona közös gyermekét is. A mai Szepesi Múzeum a 15. században épült, gótikus stílusú városháza épületében üzemel. Az épület 1550-ben leégett, új árkádos formában 1615-ben építették át. Végleges formáját az 1800-as években nyerte el. 1751-ben épült barokk stílusban a Minorita Szentlélek templom. A hozzátartozó kolostor a 15. század során részben a városfalhoz tartozott, 1671-ben pedig barokk stílusban újították fel. 1913-ban egyik épület szárnyában gimnázium létesült. Máriahegyi kápolnát 1311-ben templommá bővítették, többször is kicsinek bizonyult az épület, ezért egy sokkal nagyobb, a Lourdi bazilikára hasonlító imahely építésébe fogtak. Főoltára egy 500 éves faragott kegyszobor. A mai várost a Hernád lapáján alapították, először 1245-ben tesznek róla említést hivatalos oklevélben. Védelmét a 15.-16. században alakították ki, ezzel az ország egyik legjelentősebb városává vált. 1323-ban szabad királyi város lett. A 15. században többször is huszita támadások áldozatául esett. A település a 16. században protestáns hitre tért. A 16. században tűzvészek, a 17. században pestis járványok szedték áldozataikat. Itt hangzott el az a forradalmi dal is, amely később Szlovákia nemzeti himnusza lett. Eperjes. A lassan 90.000 fős lakossággal büszkélkedő város mára már teljesen elveszítette dicső magyar fényét. Olyan nevezetességekről beszélhetünk ebben a városban, mint a híres opálbányák, a Mária szobor és a reneszánsz stílusban épült Rákóczi ház. Maga Kossuth Lajos is e városban végezte középiskolás tanulmányait. A város alapon véve kicsi. 70,40 négyzetkilométer, mégis történelme a településnek jóval nagyobb, mint azt képzelhetnénk. A 8. században szláv törzsek alapították Eperjest, de ha még régebbre tekintünk, akkor a környékét már a kora vaskor idejében is, azaz időszámításunk előtt 750-ben is lakták. Viszont a krónikák és a mondák arról számolnak be, hogy II. Vak Béla alapította eme várost 1132-ben. 1324-ben Károly Róbert szabad királyi város címmel jutalmazta meg a települést. A 16. században élte virágkorát. 1514 óta rendelkezik vásártartási joggal, és 1534 óta iskolával is. Ez a jog, és ezen infrastruktúrális fejlesztések kezdeményezték a város fejlődését, versenyképességét a többi várossal szemben. Viszont az 1710-ben kitörő nagy pestis járvány meggátolta a város további fejlődését, és a magyar-német lakosság zöme belehalt a korba. 1849-ben itt kezdődött meg a lázadó szlovákok felkelése Kossuth ellen. A téli hadjárat végén Görgei és a császár csapatai itt csaptak össze. De nem ezek a fordulópontok jelentették a városra a nagy veszélyt, hanem a Habsburg magyar békeidőkben kitörő nagy tűzvész, ami szinte teljesen podig égette a települést. A Trianon idejéig megyeszékhely volt Eperjes, Sáros vármegye székhelye. Az első bécsi döntés nem érintette a várost alsó felvidéktől való nagy távolsága miatt. Bártfa több tekintetben is vonzó lehet, például fekvése, a terület ugyanis számtalan látványosságot tudhat magáénak. A város 2000-ben még az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. Legnagyobb nevezetessége a gótika stílus jegyeit hordozó polgári házakkal övezett téglalap alakú főtér. A város Szlovákia leggótikusabb városának is tartják. Egyik legjelentősebb látnivalója a 15. századi római katolikus Szent Egyet plébánia templom. Az épületen belül 11, a 15. és 16. századból való késő gótikus oltár foglal helyet. Bártfa másik büszkesége a városfalhoz közel álló ferences templom a hozzátartozó kolostorral. A városfalak remek állapotban maradtak fent, három kapu és 10 bástya ma is látható. Első Lajos a szabad királyi város rangját adományozta Bártfának, ezzel hozzájárulva a város fejlődéséhez. Fénykorát a 15. században élte, amikor a kézműipar és a kereskedelem jelentős fejlődése Magyarország legfontosabb városai közé helyezte. A 16. század során az új eszmék is betörtek a városba, főleg a német reneszánsz és a reformációs humanizmus játszott nagy szerepet. Napjainkban Bártfa 33.700 lakost számlál, ebből a magyar lakosság száma hozzávetőlegesen 2000-re tehető.
Kassa városa mondható a Kelet-Felvidék központjának 240 ezres lakosságával. Történelmi szerepe az 1200-as években kezdődött a Magyar Királyság egy újonnan elfoglalt területeként. 1374-ben ott vezették be a leányági örökösödést, Bocskai Istvánt és II. Rákóczi Ferencet is ott helyezték örök nyugalomra, emellett helyszínéül szolgált Bethlen Gábor esküvőjének is. A 20. századig ostromok és összecsapások rengetege zajlott le Kassán, ennek révén pedig sokféle vezető váltogatta egymást felette. 1918-ban csehek foglalták el, majd a trianoni békeszerződés után Csehszlovákia részévé vált. 1938-ban az első bécsi döntés értelmében újra Magyarországhoz csatolták. 1941-ben máig tisztázatlan eredetű bombázás történt, mely nem csupán a városnak, az akkori Magyarországnak is súlyos kárt okozott. A II. Világháború végével visszakerült Csehszlovákia befolyása alá, s megkezdődött a szocializmus alapjainak lerakása. A rezsim közel 40 évvel későbbi leváltása és Csehszlovákia felbomlása óta napjainkig Szlovákiához tartozik. Történelmi jelentősége mellett sok ismert magyar ember szülővárosának nevezhető, többek között Bacsó Péter, Márai Sándor és Dériné Széppataki Róza is ott jött a világra. 100 esztendő szállt tova, s népünk nem felejtett, nem mondott le róla. A mostani időkben is jelen van ugyanaz a keserű emlék, melyet számtalan magyar költemény, dal és történet vetett papírra, vagy öntött szavakba. Hajdan talán azt hihették, hogy egy bizonyos idő után beletörődünk zivataros századaink legnagyobb sebhelyébe, ám egy évszázaddal később is ugyanaz az akarat. Honfitársaink milliói, kik csupán kintről hallhatnak minket, míg őket senki se hallja. Együttérző szívvel és lelki megértéssel emlékezzünk vissza a letűnt időkre, hiszen 100 évnek háborúin, korszakain és más változásain át az idő vasfoka nem koptatta le a magyar ember arcáról évtizedek könnyeinek nyomát. Nemzetségeket széjjel szorva. Kárpátalja, édes haza, nézd nehéz sorsú fiaidra, adjál reményt, kitartást, Isten bizalmát. Dicső nép, nézd magadra, bízzál önmagadba, járj erős, ne nézz hátra, légy Isten sátra, ki befogad, neves véd, Isten sátra légy. Kárpátalja, nézd nehéz sorsú fiaidra, adjál reményt, kitartást, Isten amikor az
égen sápadolt ragyog, keleti Kárpátok, rátok gondolok, hol édesebb a bor és barnább a kenyér. Azt a kicsiny földet nem adná semmiért, de nem paraszkodik, csak ül csendesen, várja, hogy hazája keblén megpihenhessen. Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpátalja őrzi még az ősi vereckét. Égség már egy írobot, és száz meg száz testvérünk halálba gyalogolt. Most könyvtől keserű halad orca vize, fehér habja sok kint magába temette. De nem palaszkodik, csak ül csendesen, várja, hogy hazája keblé megpihenhessen. Annyi év után is szorítja fegyverét, Kárpátalja őrzi még az ősi vereckét. Burgenland, magyarul Őrvidék, Felső Őrvidék vagy Várvidék. Ma Ausztria Magyarországgal határos szövetségi tartománya, amelynek székhelye Kismarton. A trianoni békét megelőzően viszont a történelmi Magyarország része volt, több mint 1000 éven keresztül. Burgenland területén található a Kisalföld nyugati része, a Fertő vidéke. És az Alpokalja ausztriai részének zöme. Legmagasabb hegycsúcsa az Írott-kő. Az itt található kilátó arra van nevezetes, hogy az országhatár a kilátó közepén halad át, így annak fele Ausztriához, fele Magyarországhoz tartozik. Bejárata az osztrák oldalon van. 1891-től található itt kilátó, amelyet előbb fából, majd később kőből építettek. Burgenland Alsó-Ausztriával együtt Ausztria legfontosabb bortermelő vidéke. Kékfrankos hazája. Burgenland élen jár a szélenergia hasznosításban. 2014-ben elkészült egy 79 darab szélerőműből álló park, amely 115 ezer háztartás ellátását szolgálja. Ezzel ez lett Ausztria és Közép-Európa legnagyobb szélerőmű parkja. Burgenland 2014-től szélenergia export őrré vált. A római időkben ez a terület Pannonia provincia része volt. A németajkú népek megjelenése előtt pedig az avarok és a hunok birodalmainak részét alkotta. 900 körül a magyarok foglalták el ezt a területet. A történelmi Magyarország nyugati határán számos vár védte a hazánkat a nyugatról érkező támadások ellen, mivel a középkor folyamán a magyar királyok, az osztrák hercegek és a német-római császárok között gyakoriak voltak a háborúskodások. A terület egyes várai hosszabb-rövidebb ideig osztrák kézen voltak, aztán újra a magyar korona joghatósága alá kerültek. Az első világháború után a nyugati végek is olyan drámai fordulattal néztek szembe, mint Felvidék, Délvidék vagy Erdély. Az 1919. szeptember 10-én aláírt Saint-Germain-i békeszerződésben Ausztria benyújtotta igényét Nyugat-Magyarországra, beleértve Sopront és környékét is. A
Az Antant jóváhagyta ezt a kérelmet, majd 1920. június 4-én a trianoni békeszerződésben megerősítette. Az átadás időpontját a nagykövetek tanácsa 1921. augusztus 29-ére a Mohácsi vész évfordulójára tűzte ki. Az itt lakók a végsőkig reménykedtek, hogy mégsem kell idegen kézre adni ősi földjüket. Tiltakoztak a döntés ellen, és bíztak a csodában. A csodát a rongyos gárda hozta el, amely 1921. augusztus 27-én, Pinka főnél 28-án, pedig Ágfalvánál ütközött meg a Sopronba bevonuló osztrákokkal. Ebben az önkéntesekből álló felkelő alakulatban a világháborút megjárt hazafias érzelmi tisztek és katonák, szegény napszámosok, gazdalegények, és diákok harcoltak Héjas Iván vezetésével. A felkelők egykori katonasapkájukat burkalapra cserélték, melynek karimáját jobbfelől nemzeti színű kokárdával a kalap tetejéhez erősítették. A közel másfél hónapig tartó felkelés során megakadályozták az osztrák reguális hadsereget a vidék elfoglalásában, kiszorították az osztrákokat Nyugat-Magyarország területéről, majd kikiáltották a Lajta-banságot, amely 1921. október 4-e és november 5-e között önálló állam volt. Frónai Pált nevezték ki Lajtai bánnak. A magyar kormány hivatalosan nem támogatta a felkelőket, de a felkelés leveréséért sem tett semmit. A harcok eredményességének és Bánffy Miklós külügyminiszter közbenjárásának köszönhetően 1921. október 11-e és 13-a között a nagyhatalmak Velencében konferenciát hívtak össze. Itt a kormány képviselői kiarcolták, hogy Sopron és a környékén fekvő 8 falu népszavazás útján döntessen hovatartozásáról. A népszavazást 1921. december 14. 16-a között tartották meg. Nyugat-Magyarország tehát megkapta azt a lehetőséget, amit Erdélytől, a Felvidéktől és a Délvidéktől megtagadtak. Dönthettek saját sorsukról. Sopron és a Sopron környéki falvak lakosságának együttesen 65,5%-a Magyarország mellett szavazott, így a népszavazás teljes sikerrel zárult annak ellenére, hogy a választás körülményeit osztrák oldalról sokan kétségbe vonták. A soproni népszavazás emlékére az 1922. évi 29. törvényében a Civitas Fidelissima, azaz a leghűségesebb város címmel jutalmazták Sopron. Ez volt a trianoni békeszerződés egyetlen komolyabb területi revíziója, melyet a nagyhatalmak tartósan elfogadtak. Ausztriában az új tartomány, Burgenland, 1922-ben elfogadott neve onnan ered, hogy minden egy magyar vármegye német neve, melyből a területet szántak neki, a Burg szóval végződik. Az eredeti elnevezés Fürburgenland lett volna, utalva a négy vármegyére, mivel azonban a véglegesen megállapított határok közé nem került Pozsony megyéből semmi, ezért a szám a név elejéről elmaradt. Soproniaknak évtizedeken keresztül gondosan őrizték a hősök emlékét. Padláson, ládákra rejtve őriztek egy-egy megfakult plakátot, szavazólapot. Virágot tettek ki az eljutott sírokra, emlékművekre. Nem felejtették el, kiknek köszönhetik, kik harcolták ki, hogy szabadon döntessenek a sorsukról. Ő utána vérbe sárva, nemet elt a rongyos gárda, ő utána vérbe sárva.
Nagy Szalonta. Arany János 1817-ben született Nagy Szalontán, és az 1840-es évek végéig élt, munkálkodott ott. Szülőháza helyén tájház működik, emléktáblával megjelölve. A költőóriás eredeti szülőháza 1823-ban leégett. A helyén álló épületet 1908-ban vásárolta meg az önkormányzat. 1909-ben került emléktábla a homlokzatára. Az Arany János Emlékmúzeum Románia legrégebbi magyar irodalmi múzeuma, az Arany Jánosra vonatkozó emlékek legjelentősebb gyűjtő és megőrző helye. Szél Kálmán kezdeményezte 1882-ben néhány nappal a költő halála után, és az ECR-re alakult Arany Emlékbizottság széles társadalmi erőket mozgósított. Megalapítását Arany László tette lehetővé, amikor 1885-ben szülővárosának ajándékozta apja bútorait, ruháinak és könyvtárának jelentős részét. 1899-ben a gyűjteményt áthelyezték a múzeummá alakított Csonkáronba. Kalotaszeg. Kalotaszeg Nyugat-Románia kevés tömb magyar területeinek egyike, régi erdei magyar népi hagyományok őrzője. Nevét a honfoglaló magyarok itt letelepedett Kalota nemzetségéről kapta. A kalotaszegi népviselet különleges színgazdagságának díszességének köszönhetően a magyarság egyik legismertebb hagyományos népviselete. A kalotaszegi népművészet jelentős eleme a kalotaszegi népzene és tánc, és a kalotaszegi népviselet is. Írásos hímzéssel először a női válfűsingeket díszítették. Az írásos hagyományos színei a piros, fekete, valamint a sötétkék. A II. Világháborút követően az írásos hímzés fokozatosan átkerült a párnákra, a lepedőkre, terítőkre, kendőkre, de díszítettek írásosra a falvédőt, ágyterítőt is. Az elnevezés onnan ered, hogy az íróasszonyok előrajzolták, írták a hímezni való mintát a vászonra. Érmincent. Diósdi Ady Endre születési nevén Ady András Endre, Érmincenten elszegényedett nemesi családban született 1877-ben. Érmincent ma Ady falva. Az 1900-ban épített Ady kúria a falu végén áll. Emlékmúzeum van benne. Az udvar másik végében található a régi parasztház jellegű épület, amelyben Ady született. Ebben a család régi bútorai láthatók. Ady tanulmányait az érmincenti református elemi iskolában kezdte 1883-ban, ahol Katona Károly tanította írásra, olvasásra, számolásra, bibliai történetekre és zsoltáros énekekre. Szülei idővel gimnáziumba szánták. Ez volt az oka, hogy tanulmányait 1886-tól a katolikus népi iskolában folytatta. Az elemi befejeztével 1888-ban a nagykárolyi piarista gimnáziumba került. Nagybánya. Nevét arany és ezüst bányáiról kapta. Korábban asszony patakának hívták, mivel a királyné tulajdona volt. Utótagja a mellette folyó patakra utalt. Nagybánya akkori polgárai ide települt német ajkú iparosok, bányászok és kereskedők voltak. A bányaváros védőszentje Szent István király. Nagybánya messze földön híres volt Szent István nevezetű gótikus stílusú templomáról, ami egyedi módon kéthajósnak épült, és 1387-ben fejezték be. A templom méretei impozánsak voltak, az épület 50 méter hosszú, a tornya pedig 40 méter magas volt. Hatalmas tornya, a Szent István toronya mai napig magaslik Nagybánya felett. 1464-ben Mátyás király kiváltságlevelet írt a városnak, az ő uralkodása alatt a bányászat megerősödött. Ebben az időszakban a magyar királyság aranytermelésének több mint a fele Nagybánya kezében volt. Szatmár Németi. Neve az ősi magyar Zotmár személynévből ered. Szatmárt már Anonymus is említette elbeszélésében, mely szerint a honfoglaláskor Szabolcs és Tars vezére Szatmár várához érve azt 3 napi ostrom után győzedelmesen bevették. 1150-ben Zotmár néven említik először. 1000 körül Gizella királyné királyi vadászokat telepített, akik megalapították németi települést. Az egykor Szatmár vármegye és a mai Szatmár megye névadója 1968 óta székhelye.
A szamos egyik kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi 1715-ben egyesült, és szabad királyi város lett. Itt járt iskolába Kafka Margit, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula. Pozsony egy alig félmillió lakos számláló dunamenti főváros, mely mögött több mint 1000 éves történelem áll. Területén már a neolitikumban is éltek, később megvetették itt lábukat a rómaiak is. A Morva birodalomhoz tartozott 907-ig, mikor Árpád hadai legyőzték a keleti frank sereget és elfoglalták a várost. Búvár Kunda monda szerint itt fúrta meg 100 évvel később az újabb német támadást, szó szerint. Mátyás király egyetemet alapított a városban. 1526 után lett az ország fővárosa, a rendi gyűlések otthona, 1673-ban itt ült össze a híres vértörvényszék, amikor is több tucat protestáns lelkészt ítéltek Gálya rabságra, halálra vagy számüzetésre. Itt ajánlotta fel emellett Széchenyi István egyévi jövedelmét egy nemzeti tudós társaság megalapítására 1825-ben. Az idők során több rövid életű felsőoktatási intézmény is működött, legrégebb óta működő egyeteme jelenleg az 1921-ben alapított Comenius Egyetem. A magyar zene fővárosaként is szokás volt emlegetni, hiszen a gazdag főurak kitűnő zenekarokat tartottak fönn, nekik köszönhetően kiemelkedő mesterek, például Joseph Haydn is eljutott a városba. Az 1780-as években Magyarországon elsőként, olykor Bécset megelőzve mutatták be itt Mozart és Haydn néhány művét. A zenekar egyik karmestere írta meg az első magyar nyelvű operát egy német műre alapozva. Több templomnak, múzeumnak, régi épületnek és egy várnak ad otthont a város. A Szent Márton, más nevén a pozsonyi koronázó templom, egy háromhajós gótikus épület, amit a 13. században építettek, azóta többször átalakították. 1553 és 1836 között 12 uralkodót és 7 királynőt koronáztak meg itt. Ezen kívül még egy tucat templom található Pozsonyban, köztük a Kapucinus, a Trinitárius és Szent Erzsébet templom, melyek mind a 18. században épültek. A település egy másik pompája a barokk-rokokó közti átmenetet megjelenítő stílusban épült Grassalkovics kastély. ’1867-ig fővárosként működő Pozsonyunk utcáit 1910-ben 32,7 ezer német, 31,7 ezer magyar és 11 ezer szlovák lakta. Ez volt az egyik oka annak, hogy nem lett népszavazás tárgya a város hovatartozása Trianon után. Miután a Károlyi kormány hadügyminisztere lefegyverezte a frontról hazatérő katonaságot, cseh légionáriusok támadták meg a várost, melyet 2 hónapig hősiesen védtek a helyi kadétiskola 16-17 éves tanulói. A szlovák nyelvjárásban korábban Preszparok néven fordult elő a német nevéből eredően, ám végül Bratislava lesz a hivatalos neve. Ma Szlovákia területén körülbelül 500 000 magyar él. Thank you.
központi épületét, a templomot a 13. századtól kezdve erődítménnyé építették át, a városokat pedig védőfallal vették körül. Ez alapvetően megváltoztatta a települések képét. A szász közösségek saját elképzelésük és tudásuk szerint mindenfajta egységes terv vagy felsőbb rendelkezés nélkül építkeztek. A 15. század közepétől már közel 300 parasztvárról és erődtemplomról vannak írásos emlékeink. A valós magyar honfoglalás nem egyszerre, hanem több szakaszban történt. Őseink az elfoglalt területek határán, a nomád lovas csapatok támadásai ellen pusztán hagyott gyepüket alkalmaztak, melyeket a veszélyeztetett területeken különösen jól vigyáztak. II. Géza királynak nagyszámú korszerű fegyveresre volt szüksége ahhoz, hogy a Kárpátok hágóinak védelmét megerősítse. A 12. század közepén a déli határokat immár nem csak a rabló, népvándorlás utolsó hullámaival betörő nomádok, hanem hódító szándékkal egy komoly ellenség, Bizánc kezdte fenyegetni. Uralkodónk ezért a Magyarországon átvonuló keresztes lovagok és földszűkében lévő parasztok egy Rajna-Mózervidéki csoportját Erdélyben, az Olt mentén telepítette le. A lovagok korszerű páncélos, a parasztok fejlett mezőgazdasági technikát hoztak magukkal. A magyar király a később Észak-Erdélybe telepített németektől, a szászoktól pedig a bevezetett végvárrendszer erősítését és mindenek előtt az ország gazdasági fejlesztését, a növekvő adózást várta el. A szász település életét régebben temploma irányította. Még a polgármestert is az egyház iktatta be. A presbitérium, a polgármester és az esküdtek alkották az önkormányzatot, de az egyház döntött. A falut kisebb csoportokra, szomszédságokra osztották. Nekünk 9 ilyen volt, és mindegyik önállóan működött. Fő atyamester, atyamester, jegyző és pénztáros voltak a tisztségek. Évente Mária napon, február 2-án derzitet tartottunk. Ez volt a bíráskodás nap. Ha valaki kihágást követett el, vagy nem teljesítette a kötelességét, büntetést kellett fizessen. Thank you.
aki az erdőben és a történelemben tévelyegve, néha már nem lát biztos irányt az európai talajon, felpillant a kassai toronyra, s megkönnyebbülten érzi. Igen, otthon vagyok, az örök Magyarországon, és az örök Európában vagyok. Itt van példának okáért az egyik legrégebbi épület, a 14. századi Lőcsei ház, ahol Tinódi Lantos Sebestyén is lakott, és ahol Bethlen Gábor, miután elfoglalta Kassát, 1626-ban fejedelmi esküvőjét tartotta brandenburgi Katalinnal. Lőcse környékén, ahol lőcsei pádmester és tanítványai működtek, ezek nagyon-nagyon szépek és felbecsülhetetlen értékűek. Lőcse városfallal körbezárt óvárosának egyik dísze a Szent Jakab templom, a világ egyik legszebb és legnagyobb gótikus faoltárával. Ki tudja merre, merre visz a végzet, göröngyös úton, sötét éjjelen. Vezesd még egyszer, győzelemre néped, Csaba királyfi, csillag ösvényen, maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjaj százszor elborítja, ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk. Maroknyi székely porlik, mint a szikla, népek harcának zajló tengerén. Fejünk az árjaj százszor elborítja,
ne hagyd elveszni. Az első magyar említés Kuluzsár 1957-ből származik. A várost várfal vette körül. A várfal maradványai ma is láthatóak. A bácsiak közül egyetlen egy maradt meg, a Szabók bástyája. Miután a tatárok feldúlták a várost, 5. István szászokat telepített be a lakosság pótlására, így a 15. századra a lakosság fele magyar és fele szász volt. A város felendülését az önálló erdei fejedelemség idején élte. A kincses Kolozsvár név is ebből az időből származik. Bethlen Gábor 1623-ban engedélyezte a zsidók letelepedését, szabad kereskedését és vallásgyakorlatát. Kialakul a színház, az első színdarab 1792-ben kerül sor. A közvilágítás is elkezdődik 1827-ben a város főutcáin. Az első világháború után a trianoni békeszerződés szerint Erdély, a Bánság és a Partium Romániához került. 1918-ban elfoglalják a románok, román fennhatóság alatt volt 1940. augusztus 30-áig, amikor a II. Bécsi döntés szerint Magyarország visszakapja Észak-Erdélyt, beleértve a Székelyföldet is. Kolozsváros, olyan város, és környékét mindenképp érdemes meglátogatni, hiszen rengeteg élményben lehet része mindenkinek. Temérdek látnivalót rejteget. Ízelítőt lehet nyerni a különböző falvak éveken keresztül megtartott szokásairól, és a gyönyörű erdélyi táj szépségére is rá lehet csodálkozni. Kolozsvár ezzel ellentétben fejlődő, nagy, kulturális város. Meglátogatásra által Erdélyt más szemszögből is meg lehet ismerni. Észak-Erdély területét alaposan áthatja a történelem. Kolozsváron született Mátyás király és Bocskai István is. Zilahon található Ady Endre egykori iskolája. A nagy tömegeket vonzó csíksomlyói búcsúról mindenki hallott már. Nagy Károlyban ismerkedett meg Petőfi Sándor és Szendrei Júlia. Itt található Nagy Szalonta, Arany János városa. Nagyvárad számos ostromot átvészelt a századok során. A madéfalvi veszedelemben 200 széket gyilkoltak meg. Olyan jelentős, identitásukhoz mai szilárdan ragaszkodó székely településeket is találunk itt, mint Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, és Székely udvarhely. A képen Románia térképét láthatják, a sárgával jelölt terület Észak-Erdély, melynek két fő folyója a Szamos és a Maros. Először a sóvidékről egy pár szót. Itt található a Parajdi sóbánya, amelyből már az ókori Róma idején is sót termeltek ki. Napjainkban egy hatalmas föld alatti park várja a turistákat. Sokak szerint túlzottan elbazáriasodott, akik egy természetesebb élményben szeretnének részesülni, keressék fel a Tordai sóbarlangot is.
Parad mellett található Szaváta, itt fekszik a Medvetó, ami a világ legnagyobb héliotermikus tava, ez a magas sótartalmának köszönhető. Ha a sóvidék felől szeretnénk Székelyföldre bejutni, át kell kelnünk a Bucsin 1287 méter magas hágóján. Nagyon sokáig még a legmerészebbek sem mertek átkelni a Bucsin medvés szerpentínjein, de aki ezt az utat választotta, átláthatta az egész Gyergyói medence Westernfilmbe illő táját. Ennek a medencének a keleti csücskében található a Gyilkostó, ami a legszebb példája a hegyomlással keletkezett tavaknak. Horrorisztikus látvány nyújtanak a tó közepéből az égbetörő, éles, korhadó fenyőfatörzsek, sajnos ezeknek megvannak számlálva a napjaik. Mellette a Kis-Szahárdon épült ki egy fantasztikus panorámával rendelkező Biaferráta, és a környéken kanyarog a tektonikus eredetű Békás-szoros is. Délebre található az égszínkék Szent Anna-tó. A krátertóban a fürdőzés tilos, mivel természetvédelmi terület. A környék különlegességét emeli a tőzegláp, ami egy ritka természeti jelenség. Aki hasonlót szeretne látni, látogassa meg az Őrségi Nemzeti Parkot. Korond egy erdélyi falu Hargita megyében. Itt a fazekasságnak ősi hagyományai vannak. Sokan Európa egyik legjelentősebb fazekas központjának tartják. A torontáli szőnyeg az 1885 és 1914 közötti időszakban az egyik legszélesebb körben ismert háziipari termék volt. Kibéden szinte minden család foglalkozik hagyma és egyéb zöldségtermelésével, amelyeket a kapuk előtt árusítanak. A helyiek szerint az általuk termesztett hagymák ízletesebbek és kevésbé csípősek. A kalotaszegi népviselet különleges színgazdagságának díszességének köszönhetően a magyarság egyik legismertebb hagyományos népviselete. A borzonti pasafogadó jelenlegi épülete 1897-ben épült, és azóta működik változatos formában vendéglátóhelyként. A székelykapuk fából készített gazdag faragású és festésű műremekek. Székelyföld szerte ilyen díszes, faragott kapuk ékesítik a templomok, a lakóházak és a temetők bejáratát is. Gyilkostó mondája. Élt valamikor Gyergyó környékén egy csodaszép lány, Fazekas Eszter. A lány hűségesen várta kedvesét, akit elvittek katonának. Esténként, amikor a nap a hegyek mögé ereszkedett, a gyakkorsójával kiment a fenyvesek alá a csobogóhoz, és ott sóvárgott órákon át szíve választottja után. Történt azonban egyik vasárnap délután, hogy meglátta Esztert arra jártában egy zsivány vezér. Nyergébe kapta a gyönyörű lányt, és elvágtatott vele, mint a szélvész, a kis cohárthoz, az ezer arcú sziklák közé, ahol tanyája volt. A fiatal lány nem viszonozta a zsivány szerelmét. Régi mátkáját várta vissza, amikor felkelt a nap, és akkor is, amikor lehúnyt a szemét a világ. Ennek láttán feldühödött a zsivány, és kényszeríteni akarta Esztert, hogy legyen a felesége. Eszter a néma szemtanúkhoz, a hegyekhez kiáltott segítségért. Sikolyát megértették a sziklák, és ezen a júliusi éjszakán eget földet rázó mennydörgéssel válaszoltak. Zuhogott az eső, a cikázó villámok megvilágították a korom sötét éjszakát. Hajnaltájban hatalmas robajjal óriási szikladarabok zuhantak a mélybe, és az iszonyatos földindulás maga alá temetett mindent. A lányt, a zsiványt, sőt, még a pásztort is nyájastól, aki a szembe lévő hegyoldalban legeltetett. A keskeny völgy helyén tó keletkezett, amelynek vizéből máig is kiállnak a fenyőerdő maradványai. Így lett a hegy halálából az élet vize. Ha napsütésben belenézel a tó vizébe, Eszter szürkészöld szemei tekintenek szelíden vissza. Csíksomjóik egy szobor. Ha csíkot vész fenyegette, a szent szobor előre búsfájdalmas arcot öltött és könnyezett. Alipasa dúlása előtt 3 hétig 3 fényes csillag ragyogott a szent szobron. Egy homlokán, 2 mellén, oly fényesek, hogy éjjel a templomot kivilágították.
1669-ben Vakító dicsfény környezte a szobrot. Ha egy szerzetes halála közelgett, akkor a szobor feletti angyal lehajtván fejét, a kezében lévő koronát a Szent Szűz fejére bocsájta. Alipasa dúlásakor egy tatár ostorával a Szent Szobor arcára csapott, s az oly sebet csinált, mely vérzett, s amelyet aztán semmiféle festőbe festeni nem tudott. A tatárvész ideje alatt a vezér el akarta szállítatni a szobrot, de az minden lépéssel egyre nehezebb lett. Akárhány tatár gyűrkőzött neki, mozdítani sem tudták. Ekkor 8 ökröt kötöttek elébe, de azok se tudták elmozdítani. A 11. századi eredetű városba Első László magyar király helyezte a bihari püspökséget, akit a székesegyház elkészülte után itt is temettek el. A város a török hódoltság alatt többször gazdát cserélt, végleg 1692-ben szabadult fel. A város 1920-ban a trianoni békeszerződés nyomán került Romániához. 1940-ben a II. Bécsi döntés Magyarországnak ítélte a várost, és magyar uralom alatt maradt 1944 végéig. A vár ma is áll, és bár egy ideig igen leromlott állapotban volt, mára már teljesen felújították. A kommunista uralom évtizedeiben a román hatóságok mindent elkövettek annak érdekében, hogy a magyar múltra utaló emlékeket megsemmisítsék, meghamisítsák, illetve elrejtsék. Így lett majdnem az enyészet mardalékába a vár is. A pusztulásra ítélt erőtélé tömbházakat emeltek, hogy elrejtsék az érdeklődő kíváncsi szemei elől. A pár évvel ezelőtt a város vezetése részben uniós forrásokból teljesen felújította a várat, így ma szinte eredeti pompájában várja a látogatóit. Az olaszi temetőt a város és a vármegye egyházi, irodalmi és közéleti elitjének temetkezőhelyét 1970-ben bezárták. Állapota a folyamatos vandalizmus miatt leromlott. A nagyváradi önkormányzat 2009-es döntése alapján az olaszi és szőlősi temetkezőhelyeket felszámolták, helyükön pedig később parkot alakítottak ki. A gyönyörű természeti adottságok mellett Nagyvárad egy igen kulturális város, ahol olyan építészeti remek műveket és műemlékeket csodálhatunk meg, mint az Ady Endre Múzeum, a római katolikus püspöki palota, a Fekete Sas palota, a Stern palota vagy az Állami Színház. Ady Endre, üdvözlet a győzőnek. Ne tapossatok rajta nagyon. Ne tiporjatok rajta nagyon. Vérvesztes, szegény szép szívünkön, ki íme száguldani akar. Bajlóstatú bús nép a magyar. Forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet sírjukban is megátkozott gazok. Tompán zúgnak kaszárnyáink. Ó, mennyi vérrel emlékezők! Ó, szörnyű gyászoló kripták! Ravatal előttetek. Ravatal. Mi voltunk a földnek bolondja? Elhasznált, szegény magyarok. És most jöjjetek, győztesek! Üdvözlet a győzőnek! Észak-Erdély Románia északnyugati részén fekvő terület. Az 1940. augusztus 30-án kihirdetett II. Bécsi döntés értelmében Romániától szerezte vissza Magyarország. A terület Nagyszalontától délre a Sebes-Körös folyását követte, majd a Királyhágótól délre átszelte az Erdélyi Érchegységet. Kolozsvártnál északra fordult, majd egy félkört írt le. A területhez hozzátartozik Székelyföld nagy része,
például Marosvásárhely is. Képzeletbeli utazásunk során ezt a területet fogjuk bejárni. Utazásunk első állomása Nagyszalonta, Arany János és Toldi Miklós szülővárosa. Alapítása Bocskai István fejedelemhez és adományleveléhez köthető, mellyel 300 hajdúnak letelepedési jogot biztosított 1606-ban. Ősi birtokosa a Toldi család volt. Az Arany család eredeti lakóháza helyén álló Aranyporta mellett érdemes felkeresni az impozáns Aranypalotát, melyet 1912-ben emeltetett az Arany János Emlékegyesület. Benne egy könyvtár, műhelygaléria és kiállítóterem működik. A Csonkatoronyban, a földszinten, Nagyszalontár bemutató helyiséget rendeztek be. Az első emeleten Arany János életét bemutató kiállítás kapott helyet a költő személyes tárgyaival. Városnéző sétánk során érdemes megtekinteni a városháza épületét, a nagyszalontai református templomot és a templom melletti szoborparkot is. Következő állomásunk Nagyvárad. A Sebeskörös partján a váradi dombság alatt fekvő település a régió legnagyobb városa, lakosainak 24%-a magyar. Az ide látogató turistának érdemes felkeresnie az 1570 és 96 között az olasz késő reneszánsz szellemében újjáépített várat, a római katolikus székesegyházat vagy az állami színházat. A város híres szülötte Pázmány Péter esztergomi érsek, de itt töltötte fiatalsága egy részét Ady Endre is, aki többek között Babiccsal és Juhász Gyulával itt adta ki a híres Holnap antológiát. A Meszes-hegység lábánál fekvő Zila már a rómaiak által is ismert volt, erre utal a határában található őrtorony és római út maradványa. A város ma Szilágy megye székhelye, lakosságának 20%-a magyar anyanyelvű. Főterén található a híres Veselényi Miklós Református Kollégium, ahol Ady Endre a gimnázium felső 4 osztályát végezte. Szatmár németi a Szamos két partján fekszik, nevét 1150-ben Zotmár néven említik először. Itt járt iskolába többek között Kafka Margit, Kölcsei Ferenc, Krúdi Gyula és Szilágyi Domokos. A város kulturális életében jelentős szerepet játszik az Északi Színház, amely az 1953-ban Nagybányán alakult Harag György társulatnak, az intézmény magyar tagozatának is helyet ad. A tiszaparti Máramaros-sziget egykor Máramaros vármegye székhelye és Magyarország faiparának és sóiparának központja volt. Arany János idáig kalandozott a vándorszínészekkel, amikor erős lelkiismeret furdalástól gyötörve végül hazaindult. Nagybánya Máramaros megye székhelye. Nevét arany és ezüst bányáiról kapta. Előtagja a szomszédos Felsőbányától különbözteti meg. A város az ország északnyugati részén, a Nagybányai medencében, az 1307 méter magas Rozsály-hegység déli lábánál, a Zazar folyó partján fekszik. Nagybánya polgárai ide települt német ajkú iparosok, bányászok és kereskedők voltak. A bányaváros védőszentje Szent István király. Nagybánya messzi földön híres volt gótikus stílusú templomáról, ami egyedi módon kéthajósnak épült, és 1387-ben fejezték be. Nagybányáról Beszterce felé folytatjuk utunkat. Beszterce Kolozsvártól 110 kilométerre északkeletre a Beszterce folyó partján fekszik. Nevét a rajta átfolyó folyóról kapta, ami a szláv bistró szótőből ered, jelentése gyors. Ebből a szótőből ered a Bistrica név, ami gyors folyású folyócskát jelent. Itt született 1485 körül Krecsmer Lőrinc, erdélyi százszármazású magyar pap, politikus, 1513-tól székesfehérvári prépost, első Ferdinánd magyar király gyermekeinek nevelője. A város másik híres szülötte Teleki Ferenc költő, az MTA tiszteletbeli tagja. Marosvásárhelyre látogatunk. A város a székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja. Lakosságát tekintve Románia 16., Erdély 6. legnagyobb városa. Itt él a legtöbb magyar Romániában. Marosvásárhely főlátványosságai közé tartozik a belváros, a rózsák tere, a számtalan barokk, szecessziós épülettel, mint a Keresztelő Szent János templom, a Barátok templomának híres tornya,
a közigazgatási palota vagy a kultúrpalota. A 17. századi hangulat megteremtője a négybástyás vár, amelynek délnyugati részén kiemelkedik a vártemplom tornya. A megyei jogú város számtalan egyéb látnivalója között nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, templomok, barokk, klasszicista, neoreneszánsz, eklektikus és szecessziós stílusú középületek és lakóházak, múzeumok és galériák, valamint a köztéri szobrok és emlékművek sokasága található. Marosvásárhelyről Csíkszereda felé folytatjuk utunkat. Csíkszereda Hargita megyében található, 1971 óta municípium, megyei jogú város. Már a bronzkor idején is lakott volt, 2011-ben 37.980 lakosa közül 31.278 volt magyar. 1891-ben hozzácsatolták Csütörtök falvát és Marton falvát is. Csíkszereda történelmi nevezetessége, központi műemléke a székely kultúrtörténet bástyája, a Mikóvár. A számos elnevezés Mikóújvár, Szeredavár mellett a helyi lakosok köznyelvében egyszerűen várként honosodott meg a várkastély, mely jelenleg a Csíki Székely Múzeumnak is helyet adó impozáns, négy sarokbástyás épület a belváros délnyugati részén. Utazásunkat Székelyudvarhelyen zárjuk. Székelyudvarhely, megyei jogú város Romániában, Hargita megyében. Az udvarhelyi medence gazdasági és művelődési központja. A megye második legnépesebb városa. Székelyföld történelmi, társadalom és művelődés történeti központja, s évszázados hagyományokra visszatekintő székhelye. Fontos közúti csomópont, vasúti végállomás. Az udvarhelyi medence egyik legkorábbi települése. Székelyföld és a székely székek központja évszázadokon keresztül. Először az 1333. évi pápai tizedjegyzék említi Udvarhely néven, de a helység már korábban is létezett. Neve arra utal, hogy e helyen tartotta udvarát a székelyek ispánja. Székelyföld hagyományos központja, a székely székek bíróságai előtt hozott ítéletek ellen ide fellebbezhettek. Székelyudvarhelyt valószínűleg Zsigmond király emelte városi rangra, aki ugyancsak járt a településen, amikor István erdélyi vajdával gyűlt meg a baja, de az erdélyi fejedelmek is megadtak minden kiváltságot a városnak. Köszönjük, hogy velünk tartottak képzeletbeli utazásunkon, amelyben Észak-Erdély kulturális és természeti értékeit tekintettük át. Reméljük, sikerült megismertetnünk ezt az értékekben rendkívül gazdag területet nézőinkkel.